Varsóba érkeztünk, hogy megismerkedhessünk a várossal és riportalanyunkkal, aki szerint itt a legjobb magyarnak lenni. A belvárosból fél óra alatt érkezünk Legionovóba, ahol vendéglátónk egy kellemes kertvárosi környezetben fogad. Itt él családjával a kémindi származású Németh Zoltán, irodalomtörténész, költő, egyetemi tanár. Varsóba 6 évvel ezelőtt költözött. Lengyel feleségével, aki szintén hungarológus, nem csak házastársak, hanem kollégák is az egyetemen. Két gyermekük pedig párhuzamosan ismerkedik a lengyel és a magyar nyelvvel. A feleségem tökéletesen beszél magyarul, ezért otthon magyarul beszélünk, úgyhogy az óvodáig a gyerekek jobban is tudtak magyarul. Egyébként így a magam bőrén tapasztalom, hogy milyen fontos az óvoda meg az iskola nyelve. Amikor óvodába kerültek, akkor ugye lengyel környezetbe kerültek, lengyelül beszéltek, és egyre inkább egymás között is már nem magyarul, hanem lengyelül kezdtek beszélni. Tehát, hogy mindenféle trükkel próbálom a magyar nyelvűséget erősíteni, tehát, hogy azonos szinten beszéljék a magyart és a lengyelt. Ma már egyébként rengeteg eszköz van erre, tehát, hogy online lehet filmeket nézni, úgyhogy a meséket mindig megpróbálom magyar nyelven nézetni velük, vagy ilyen játékos, iskolásdit játszunk, ahol ilyen feladatokat adok, meg énekelünk, meg nem tudom, tornaórát tartunk, meg biológia órát tartunk, persze magyarul, úgyhogy ezek úgy talán segítenek. Nekünk pedig Zoltán segített megismerkedni Varsóval és a lengyelekkel. Először munkahelyére, a Varsói Egyetemre kalauzolt el. A Varsói Egyetemnek milyen a milliója? Nagyon jó. Tehát, hogy csak jókat tudok mondani, kiváló egyetem. Tényleg benne van a legjobb lengyelországi egyetem, meg közép-európai viszonylatban is. Akkor ez egy működő könyvtár, annak ellenére, hogy most nincs itt senki. Hát nincs, mert nyári szünet van, tehát nagyon kevesen van. Én is elég gyakran járok ide, főleg amikor hétvégén be van zárva az egyetem. Például a metamodernről szóló kritikámat is itt írtam. Legutóbb. Ez könyvtár magyar rész. Könyvtára van, egy saját könyvtára a magyar tanszéknek. És ez körülbelül hány kötetet számlál? Fú, meg nem mondom, szerintem 35 ezer kötet. 35 ezer? Uh-huh. Lent van még a pincében a nagy része. Ez csak a nyilvános szabadpolcos. És van rá igény? Van ennyi magyar nyelvű diák? Persze, hát 30-35 diákot veszünk fel minden évben. És mivel indokolják? Miért érdekli őket a magyar nyelv? Igen, ezt mindig megkérdezik a magyarországiak, meg a magyarok, hogy miért tanul valaki magyart. Hát sok oka van, valamilyen egzotikus nyelvet akarnak tanulni, vagy épp a magyar-lengyel barátság, vagy éppen az, hogy a szüleikkel Magyarországon nyaraltak gyakran. A lengyel-magyar barátságot a gyakorlatban, a hétköznapokban lehet érezni, meg szoktad élni? Abszolút igen. Tehát, hogy szerintem Lengyelországban a legjobb magyarnak lenni. Volt már olyan, hogy taxisofőr kezet fogott velem, mert mondtam, hogy magyar vagyok. Például az egyik legjelentősebb lengyel király, Báthori István. Most, ugye mi most nem Varsóban vagyunk, hanem Varsó egyik ilyen kertvárosában, Legionovóban, és itt van egész Lengyelországnak a leghosszabb graffitije, hogyha a vonatból nézted jobb oldalon, a kezdetektől fogva a lengyel történelem legnagyobb csatái és királyai évszámmal és arccal fel vannak tüntetve, és ott megtalálnád Báthori Istvánnak a portréját is, és a lengyel történelem tankönyvekben is Báthori István az egy ilyen külön fejezet. Tehát, hogy szerintem itt Báthori az, aki ilyen kapocs egyrészt. Másrészt én érdekességként mondom, hogy a lengyelben vannak magyar kifejezések, magyar szavak, valószínűleg Báthori hozta át, például a seregovágy, seregleni, tehát a sereg szó, ez megvan a lengyelben is. Vagy a gasztronómiát nézed, akkor nagyon sok olyan szó van, amiben a magyar szó szerepel. Tehát van egy ilyen szilvafajta, hogy magyar szilva, vengerská slivka. Tehát ez minden piacon kapható.
Vagy van egy olyan ételfajta, amit a magyarokról neveztek el, de mi nem ismerjük. Placek po vengersku. Ez egy olyan, mint a krumplis tészta összehajtva, és belőle ilyen húsdarabok vannak téve, tehát hasonló, meg az íze is egy kicsit olyan ilyen magyaros, de mi nem ismerjük. Viszont itt mindenki ismeri ezt a hagyományos lengyel ételt. Tehát, hogy több olyan dolog van, ételek, növények, aminek a nevében benne van az, hogy magyar. Ha már gasztronómiát említettük, én ma valami olyasmit ebédeltem, amiről fogalmam sem volt, hogy mi az. A mi barátfülénkhez hasonlított káposztával és gombával volt töltve, tejföllel és szalonnával adták, és valamilyen pirokszerű volt? Igen, ez a lengyel nemzeti étel, és nagyon sokféle fajtája van. Én mindig ilyen mérges szoktam lenni, mert ugye nálunk van a barátfüle, és miért nem valamilyen édes lekvárral vagy gyümölccsel? Egyébként van a gyümölcsös változat, de az csak nyáron, tehát vagy eper, vagy cseresznye, vagy áfonya. És nekem ez így otthonról mindig ez a pirog, ez a barátfüle, ez ilyen édes ízt várnék el ettől. Amikor pedig magyaros ízekre vágyott, betért a belvárosi magyar étterembe. Hát ez volt a kedvenc helyem, ez a Restaurácia U Magyara valamikori helyszíne. Nagyon gyakran jártam ide ebédelni, vacsorázni. Hát olyan jó halászlét, mint itt Varsóban sehol nem ettem. Nagyon jó főzött, egy magyar tulaj, Sátoralja Újhelyről. És például, amikor az Alföld folyóirat Debrecenből idejött, Szirák Péterrel, Térei Jánossal, Áfra Jánossal, Herceg Ákossal, akkor ide jöttünk el, és itt vacsoráztunk ezen a helyen. Úgyhogy ehhez nagyon szép emlékeim fűződnek. Sajnos a nyomorult Covid ezt is tönkretette, úgyhogy csődbe ment a magyar étterem. Vannak itt egyébként magyar barátaim, néha együtt szoktunk így kirándulgatni. Nagyon érdekes volt, hogy amikor a bölcsödébe hordtam a gyerekeket, akkor egyszer az egyik óvónő megszólított, hogy van még itt még egy magyar gyerek, hogy nagyon szomorú, mert az anyukája elment, hogy beszéljek vele magyarul. Mondom, magyarul? Igen. És akkor kiderült, hogy tényleg értett is magyarul, bólintott, és a többi is otthon mondtam, hogy képzeljétek el, hogy van még egy magyar fiú. Kiderült ráadásul, hogy egy kollégám, mert egy irodalomtudós, az apuka, és amikor én Erasmusszal voltam az ELTE-n, akkor ő volt az órámon. Tehát, hogy, vagyis, hogy az Elvarga Péter tartott órát, de én is ott voltam vendégként, és onnét így emlékezett rám. Azóta jó barátok lettünk, és Antosnak hívják a kisfiát, úgyhogy gyakran járunk együtt állatkertbe például, vagy most voltunk Lego kiállításon. Úgyhogy vannak magyarok itt Varsóba, Varsó környékén. Például itt a második szomszédunknak a anyukája is budapesti magyar. Magyar vonatkozású helyekből egyébként nincs hiány a lengyel fővárosban. Ez a Halagvardi, és az 50-es években Pap Laci is boxolt ebben az épületben, ez egy ilyen legendás épület, és itt szenvedte el az egyetlen technikai K.O. vereségét. Én mindig úgy jártam ide, hogy egy magyar emlék itt Varsó közepén. Állítólag betegen érkezett, mármint tüdőgyulladás után, legyengülve, és nem lehetett nemet mondani, hogy egy baráti szocialista országba nem szabadna eljönnie. És később egy film is készült Pap Laciról, ahol ennek a jelenetnek, ennek a vereségnek egy ilyen központi szerepe volt. Ebben a filmben egyébként Pap Laci saját magát játszotta. És most itt egy vásárcsarnok van. Most egy ilyen vásárcsarnok van, egy ilyen gasztrocentrum. És ez annak idején, Pap Laci idejében is vásárcsarnok volt, vagy akkor ez egy boxring volt? Nem, akkoriban egy ilyen edzőterem volt, és egy ilyen box központ. És az a Petsikovszki, akitől itt kikapott technikai KO-val, később szembe találkozott Pap Lacival Sydneyben, ha jól emlékszem, ahol az elődöntőben visszavágott neki, és akkor nyerte a következő olimpiai aranyát.
Varsóban sétálva nem hagyhattuk ki a leghíresebb épületet, a kultúra és tudomány palotáját sem. Varsó büszkesége vagy Varsó szégyene? Szerinted? Hát szerintem túlzás mind a kettő. Az biztos, hogy nagyon sok lengyel nem szereti, mert az orosz kolonializációnak, meg a kommunizmusnak a szimbóluma. Tehát 89 után, a rendszerváltás után nagyon komolyan felvetődött, hogy esetleg lebontják. Most egy másik elvet követnek, hogy hatalmas felhőkarcolókat építenek köréje. Hát úgy is nevezik, hogy a Sztálin ajándéka, mert Oroszországon kívül, Moszkván kívül csak itt van még ilyen típusú sztálini felhőkarcoló. Ez a harmadik egyébként a sorban, és hát eléggé monumentális, négyzetméterre is több színház található benne, technikai múzeum, evolúció múzeuma, és egy kilátó a tetején. Zolival természetesen ezt a kilátót is felkerestük, és a látvány tényleg lenyűgöző volt. Varsó legmagasabb pontján vagyunk, vagy egész Lengyelország legmagasabb pontján? Per pillanat igen. De nem sokára, évvégén átadják itt a mellettünk található Varsó felhőkarcolót, és ott lesz egy kávézó 240 méteren, tehát 3 méterrel magasabban mászunk. Az egész palac, most mi azt hiszem 140 méteren vagyunk. Tehát, hogyha jövőre jössz hozzám, akkor újabb 100 méterrel feltornásszuk. Az új Varsót szereted, vagy a régi Varsót? Vagy eleve butaság feltenni ezt a kérdést, hogy régi Varsó, hiszen nem sok minden maradt belőle. Hát pontosan úgy, ahogy mondod. A nagyon régi Varsót szeretem, tehát a történelmi városközpontot, bár tudom, hogy ez egy újraépített történelmi városközpont. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy díszlet lenne, ami az 50-es években újraépült. Állítólag teljesen hasonlít az eredetire. Egy lengyel költőnővel beszélgettem, és azt mondta, hogy a nagymamája mindig azt mondta neki, hogy nyugodj meg, ugyanilyen volt az eredeti is. Ugye, mert itt a második világháború után a németek házról házra járva rombolták szét az egyes épületeket, a lengyel történelmi, vagy Varsó történelmi épületeit, és aztán ezeket az 50-es években építették újjá, egy részüket sajnos. Amit nem szeretek, vagy ami idegen nekem, ami hideg nekem, ami távol áll, az pontosan azok az épületek, amelyeket az 1950-től mondjuk 90-ig építettek, tehát ezek a szociál dobozépületek, és ami viszont megint így tetszik, azok a hipermodern város részek, mert Varsónak több mint 20-100 méter fölötti épülete van, tehát hogy kimondottan egy ilyen dinamikus nagyvárosnak a képét nyújtja. Az az igazság, hogy Lengyelország nem annyira tér el Szlovákiától vagy Magyarországtól, tehát ez nem egy annyira különös, vagy ismeretlen, vagy idegen ország, mert az emberek is körülbelül hasonlóan viselkednek, hasonló a mentalitás szerintem. Nincs olyan nagyfokú idegenség a lengyel meg a szlovák, vagy a lengyel meg a magyar kultúra között. Hogy még az emberek arca is hasonló. Én nagyon sokszor láttam olyan arcú embereket, mint nálunk vannak. Tehát Gazdag Jóskát például, vagy a, nem tudom, Sánta Szilárdot így láttam, vagy Fónod Zoltánt. Az utcán szemben. Tanárurat láttam a parkban sétálni, és nem akartam elhinni. Tehát, hogy vannak teljesen azonos arcú emberek. Varsóban járva gyorsan elszaladt az idő. Leszállt az est, mi is elbúcsúzunk Németh Zoltántól és a lengyel fővárostól. Sorozatunk következő részében a horvátországi Split városát keressük fel.